Nyírulgas büszkesége, Dzsudzsák. Ez be is mehetne. Közel járt a célhoz, keresztlét. Ezt át kell érni az embernek, hogy mi lehet a különbség egy Debrecen és egy PSV közt. Ugye eleve ott kezdeném, hogy Magyarországnak nem adatott meg az, hogy 35-40 ezen járjanak mérkőzésre. Tehát ez a legnagyobb különbség, amit meg kell szoknia egy otthonról külföldre jövő magyar játékosnak. Azt, hogy minden egyes mérkőzésen, edzésen a 100%-ot kell nyújtania. Idősebb nézőink bizonyára tudják, egykoron Cigány György tette fel a kérdést, ki nyer ma? Én viszont most nem mondhatom erre azt, hogy játékos muzsika 10 percben, ennél hosszabb lesz a meccs. Hát minden esetre a PSV rajongói abban bíznak, hogy az Eindhoveni csapat fog nyerni. Próbálok azt mondom egyre jobban belekerülni ebbe a körforgásba, ebbe a profi szemléletbe. Nekem is ugye kellett egy-két idő, mire ezt azért megszoktam. És a legfurcsább az, hogy ugye már lassan kint vagyok 8-9 hónapja, és amikor legutóbb otthon voltunk válogatottban, akkor tűnt fel igazából, amikor így magamtól rádöbbentem, hogy tényleg nem a csapatot megbántva, de egy magyar stadionba edzettünk. És pont egy csapattársammal beszélgettük, hogy mennyivel másabb, hogy kint. Abszolút nem arra kell figyelni, hogy fogod átvenni a labdát, hanem ott már egyből tudod passzolni, mert tudod, hogy jó a pálya. Míg itt viszont hazamegy az ember, és sajnos nincsenek olyan körülmények, hogy tényleg billiárdosszal lenne. És ott az első gondolatod az, hogy ezt át kell vennem úgy, hogy ne pattanjon a labda, és utána jöhet majd csak a passz, tehát sok mindenbe kell még változni. Társak már várják benne a labdát, izgatottan várják. Hú, de ideges! És gól! Megszületett a mérkőzés első gólja. Nagyon örülök, hogy már ilyen fiatalon sikerült kikerülnem külföldre, és elsajátíthatom fiatalon a profimnál profi körülményeket, dolgokat, mentalitásokat. Úgyhogy ennek mindenféleképpen ülök, nagyon sokat fogok még szerintem 2-3 év alatt fejlődni. Abszolút nem vagyok még tényleg sehol, tehát a pályámnak a nagyon-nagyon a kezdetén járok. Ugye ezt azért még lehet érezni, mint saját magamon, mint pedig azért, aki jobban ismer, az már látja, hogy van fejlődés a egy évvel ezelőtti énemhez képest. De még abszolút van bennem. Sikerült külföldre kikerülnöm, hiszen itt teljesen más mentalitást, életszínvonalat, életvitelt kell megszoknom, mint ami otthon van. Úgyhogy ebben, hogyha el tudok lenni magam, tehát egyedül, mert ugye szüleim nem mindig tehetik meg, hogy kijöjjenek. Úgyhogy ha ez sikerült tényleg minden egyes akadály nélkül legyűrnöm, akkor biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben nem lesz probléma. Dzsudzsák! Reggel 8-9-kor általában kelek, akkor hogyha úgy van, meg úgy érzem magamon, akkor esetleg itthon szoktam egy könnyű reggelit, de 9-re ki kell érnem az edzőközpontba, ott 10 órától van egy edzésem. Ez attól függ, hogy a hétnek melyik napján járunk, ugye valamelyik csak 40 perces, valamelyik 1 óra 15 perces, de általában délfél egykor közös ebéd van. Utána van egy holland nyelvórám, aztán pedig délután általában mindig szabad. Ilyenkor megcsinálom a mindennapos dolgaimat, bevásárolok ételt itthonra. Aztán utána pedig semmi extra nem történik. Hazajövök, pihenek, tévézek, internetezek, és néha pedig PlayStation-ozunk a csapattársakkal. Dzsudzsáké a labda. Amikor én kivettem, akkor engem teljesen úgy fogadtak, hogy magyar játékos, és majdnem, hogy így láthatatlanban azt mondták, hogy biztos, hogy nagyon jó vásárt csináltunk vele. Ugye egyből mindenki Kiprik, Rótantal, tehát ezeket a neveket még mai napig tudják, és bármelyik városba elmegyek, úgy Amsterdam, úgy Rotterdam, Eindhoven, akkor azonnal megjegyzik, hogy igen, persze, hát itt játszott a Kiprik, itt játszott a Rótanti. Úgyhogy azt mondom, hogy sajnos a múltnak nagyobb a pozitív élménye a magyar játékosok felé, mint esetleg a közeli múltunk, de hál' Istennek most elindult egy olyasfajta csapatépítés a magyar válogatottnál, amelyik képes elérni olyan sikereket, hogy tényleg a múltkori dologra visszatérek. Ugye most sikerült két meccset egymás után megnyernünk világbajnoki selejtezőn, és ahogy visszaérkeztem a csapathoz,
különleges élmény volt azt látni, hogy amilyen pozitív dologgal fogadnak, hogy igen, hogy gratuláltak, és hogy már mondják, hogy van esély ismét arra, hogy esetleg Magyarország valamikor kijusson a valamilyen nemzetközi porondra. Egy dopingvizsgálat volt a csapatban, és különböző játékosoknak kellett részt venni, én pont nem voltam benne, és nagyon rendesek voltak az ellenőrök, és hogy oda mentem, mert közben kértek aláírást, és oda mentem, és mondták, hogy nagyon sok magyar játékos játszik Európa szerte, és hogy gratulálnak hozzá, és látták az utóbbi két meccset, és hogy igen, ez az a csapat, amelyik kb. 20 éve nem láttak ilyen jó képességű magyar csapatot. Tehát amikor azt mondom, hogy egy úgymond hozzá nem értő doping ellenőr már ezt mondja egy magyar játékosnak Hollandiába, az biztos, hogy figyelemfelkeltő, amit művelünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezen az úton haladunk tovább, és jövőre is hasonló eredményekkel folytatjuk.